Mit jelent valójában imádkozni, és mit tehetünk annak érdekében, hogy az ima életünk elmélyüljön? Hogyan találhatjuk meg a személyes imaformánkat, és hogyan alakította át az ima két pap életét? Az Agapé Plus Podcast mai részében ezt kutatjuk vendégeinkkel, Simon Dávid és Gájer László atyákkal. Én Vágvölgyi Gergely vagyok, köszöntöm hallgatóinkat, és köszöntöm vendégeimet is. Isten hozott titeket. Köszönöm, hogy itt vagytok. Kezdünk egy személyessel, hogyha megengeditek, ha nem engeditek meg, akkor is. Nagyságrendben mennyi időt fordítotok imádságra egy-egy napon? Hogyan struktúráljátok a napotokat? Mi az a szempont, hogy ennyi imának mindenképpen bele kell férnie abban a napba, és ez persze nem verseny, de a következő kérdések miatt lesz jelentősége a válasznak. Gájer László. Elkezdem, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nekem az a célom, hogy egy óra legyen nettó ima, amit csendben töltök, és aztán ezen kívül még elvégzem a zsolozsmát, illetve a szentmisét, ami kicsit több, mint újabb egy óra, és akkor közelítünk a tized felé, tehát a napnak a 10%-a felé. Röviden ennyi. Én is szeretettel üdvözlöm a podcastnek a hallgatóit. Hát én is igyekszem egy órát csöndbe tölteni az oltári szentség előtt, ez olyan heti ötször biztos, hogy megvan. Most visszaálltam a napi 3 rózsafüzér, ezt is szisztematikusan tartom, mert mondom a Pompeit, meg hát a zsolozs, meg a napi 1 vagy 2 mise, vasárnap meg 3. Miért fontos az, és köszönöm a válaszotokat, hogy mennyiség is legyen az imánk mögött? Már hogyha a mennyiséget, mint időfaktor tekintjük. Hadd mondjak 5 érvet amellett, hogy sokat kell imádkozni, mert ugye egyesek azt mondják, hogy épp elég teendőnk van, pláne annak, akinek családja van, vagy kisgyerekei vannak, hogy az Isten nem várhatja el tőlünk, hogy sokat imádkozzunk. Hát az első érvem az az, hogy a Szentírás azt mondja, hogy szüntelen kell imádkozni. Lukás 18:1 akkor példabeszédet mondott arról, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Első Tesszaloniki levél 5:17 felszólít minket Pál apostol, hogy imádkozzatok szüntelen. Ez az első érv. A második, hogy azt látjuk a Szentírásba, hogy Jézus az éjszakát imádságba töltötte, és azt is látjuk, hogy amikor este kezdték el hozni hozzá a betegeket, következő mondat, hogy következő reggel nagyon korán kellett, hogy elmenjen egy elhagyatott helyre imádkozni. Na most én nem hiszem, hogy ebben a két esetben Jézus nem tudott aludni, és akkor úgy döntött, hogy imádkozik, hanem nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy ő rendszeresen az éjszakákat imába töltött, és rendszeresen korán kellett, hogy imádkozzék. Ez a második. A harmadik az az, hogy azt látjuk a szenteknél, hogy a szentek azok mind az imádság emberei voltak. És azért lettek szentek, mert rengeteget imádkoztak. Robert Sara bíboros írja, a szentek példáját követve, tehát nekünk is imádkozni, imádkozni, és ismét csak imádkozni kell. Ez a harmadik. A negyedik, hogy saját definícióim szerint a megtérés és az egy radikális Isten felé fordulás a mindennapokban, minden órákban, és hát talán eljutunk a szüntelen imával abba, hogy egy radikális Isten felé fordulásban legyünk legalább minden 5 percben. Ugye Lisieux kis Szent Teréz mondta azt, hogy amennyire én visszaemlékezni tudok, nem telt el úgy 3 perc az életemből, hogy a jó Istenre ne gondoltam volna. És azt látjuk, és ha ők a példaképeink, akkor ebben követnünk kell őket, hogy a szentek mind az imádság emberei voltak, ugye. És hogy visszatérjek ugye a negyedik pontra, ezt a radikális Isten felé fordulást a minden napokban, minden órákban, minden percekben csak az imádságon keresztül tudjuk megvalósítani. És ebből az következik, hogyha helyes a definícióm, hogy azok, akiknek nincs egy intenzív, mély ima élete, azok még nincsenek megtérve, bármennyire is fájdalmas és erős ezt így kimondani is, meg lehet, hogy hallgatni is. És az ötödik szempont az, hogy ismerjük a főparancsot, szeresd az Istent és fele barátodat, mint önmagadat. Most Istent azon túl, hogy
ugye János 14-23, aki szeret engem, megtartja a parancsaimat, atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála, úgy tudjuk szeretni, amennyi időt vele töltünk. Magyarán, aki sokat imádkozik, az szereti az Isten. És a fele barátunkat hogy tudjuk szeretni? Hát effektív jó cselekedettel, imával, bőjtel, jó szóval és nehézségek fölajánlásával. De a legtöbbet akkor tudunk tenni valakiért, hogyha megtérésért imádkozunk. Ugye, aki szeret, az a másik javát akarja, mi a legnagyobb jó a megtérés, hogyha megtérésért imádkozunk, ebből az következik, hogy szeretjük a fele barátot. És igazából ebben szeretjük a magunkat is a legjobban, mert hogyha sokat imádkozunk, így apránként elnyerjük Krisztusnak a békét és Krisztusnak a derűjét, magyarán, aki sokat imádkozik, az a fő parancsot teljesíti. Laci atya? Hát én ennyire összeszeret nem tudok lenni, de megpróbálok. De én ezt a Simon Dávid atyától hallottam egyszer, aki Mattel Meskint idézte, hogy ugye atya, nem sokat kell imádkozni, hanem jól kell imádkozni. És akkor erre azt válaszolta az egyiptomi szentéletű pap, lelki író, néhány év elhunyt lelki író, hogy hát beigazadva, hogy nem sokat, hanem jól kell imádkozni, de ugye ahhoz, hogy jól tudj imádkozni, sokat kell imádkozni. Én ezt tőled hallottam egyszer, azóta én is idézem. Az én válaszom legyen sokkal egyszerűbb és sokkal személyesebb az, hogy én akkor vettem észre magamon a változást, amikor elkezdtem ezt az ima mennyiséget naponta. Ezzel először nekem egy fél óra csendes ima volt, és akkor kezdtem észrevenni, hogy van változás. És aztán később tapasztaltabb lelki emberek vallomásaiban is megtaláltam ezt, hogy ahhoz, hogy ha akarsz változást az életedben, akkor az valahol fél óránál kezdődik. Aztán nekem ebből a fél órából egy óra lett csendes ima, ami még nagyobb változást eredményezett, de hogy tényleg ez, hogy azt hiszem, hogy ki üdvözül, azt Isten tudja. És én nem mondom, hogy csak az üdvözül, aki egy órát imádkozik nettóban naponta, de azt mondom, hogy ha akarsz növekedést, és akarod, hogy Isten országa már most elkezdjen az életedben kibontakozni, és akarsz változást az életedben, akkor az itt kezdődik. És nekem azért lett ez a úgymond mennyiség, mert itt érzékeltem magam, és magamon is a változást. Tehát ez a egyszerű válaszom. Hadd reflektáljak arra, amit mondtál, Laci atya. Én is azt tapasztaltam az életemben, volt egy időszak, amikor hát vasárnapi keresztény vagy, még rosszabb is voltam. Ugye én 29 éves koromban léptem mondjuk a megtérés útjára, amikor elkezdtem többet imádkozni, mint az esti imádság. 29 éves koromig az volt az ima életem, hogy én Isten, jó Isten, lecsukoljék már a szemem, és mondjuk minden második, minden harmadik misére elmentem azután, hogy 24 éves koromban visszatértem valamennyire így a vasárnapi misékhez. Tehát ez legalább nem volt képmutató, ez az imádság, tényleg lecsukódott, nem? Igen, és az volt a tapasztalatom, hogy ennyi imával nem, hogy jobb nem lettem, de folyamatosan süllyedtem lefelé. És a másik, amit itt mondott még Laci atya, nekem nagyon tetszik az a kép, amit Keresztes Szent János mond, hogy az Isten lelki házasságra hív minket. És akkor én szeretek mindig egy párhuzamot vonni a földi házasság és a lelki házasság között, hát hogy képzeljük el azt a házasságot, amiben nagyon szép szavakat mondunk, de nem sokáig, hanem csak röviden, velősen, mondjuk minden nap háromszor kimondom a páromnak, hogy szeretlek, csak épp időt nem akarok vele tölteni. Na most ilyen annak az embernek az ima élete, aki nagyon mélyen imádkozik egy-két mondatot, de nem tölt időt az Istennel. Neki akkor ilyesmi lehet az Istennel való házassága. De akkor kimondhatjuk azt, hogy mennyiségi kérdés, igenis mennyiségi kérdés az ima? Tehát ugye szoktuk mondani, hogy a kereszténység nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés. Nagyon népszerűek a röpimák. Hogy van ez? Tényleg legyünk nagyon földhöz ragadtak, és maradjunk annál a képnél, amit Dávid mondott az előbb, hogy a házasság képe, ha te a házastársaddal csak naponta 5 perc időt töltesz, azt is vezetés közben, vagy a boltban a bevásárláshoz sorban állva, vagy valahol a villamoson várakozva, ha te ennyi időt töltesz a házastársaddal, az a házasság valószínűleg nem lesz mély, és nem fog sokáig tartani. Ha Istennel csak így töltesz időt, az a kapcsolat annyit is fog érni. Tehát azt akarod, hogy ez a kapcsolat az menjen mélyebbre, az a kapcsolat legyen eleven, az legyen átütő, annak legyen hatása az életedre, akkor nem ennyi időt töltesz benne. Tehát ez, ebben van mennyiségi kérdés. Ugye nekünk Jézus az ideál, Jézusivá válni,
és feltételezem, hogy Jézus az imádságnak az embere volt. Utána meg a példaképeink, azok meg a szentek. És azt látjuk az összes szentnél, akitől maradt ránk írásos emlék, vagy akiről vannak visszaemlékezések, mondjuk szentiavatási éperanyagok, hogy mind rengeteget imádkoztak. Mind. Nézzük meg, hogy mit is jelent imádkozni. Hogyan fogalmazható meg az ima per definíció a legegyszerűbben? Mit csinál, ki imádkozik? Kapcsolódik az Istenhez, vagy találkozik az Istennel. Én szeretem azt a meghatározást, hogy az imádság az ugye elménk felemelése Istenhez, mondja ez Cassianus 5. században Egyiptomban, aztán később a középkorban Szentjeli Vilmos, aki Clairvoy Bernátnak a kortársa az Aranylevélben, azt mondja, hogy a szívünk felemelése Istenhez. Na, ez a kettő. Tehát elménk, vagy a szívünk felemelése Istenhez. Tehát, hogy kivonni az életünket abból a zavaros összefüggésből, amiben van, és egy kicsit felemelni oda, ami tiszta, ami egyetemes, ami univerzális, és ahova igazából vágy és ahol egyszer meg fogunk érkezni. Tehát igazából oda vonjuk ki az életünket, oda emeljük fel a szívünket, ahol majd leszünk egyszer, és csak ahol egyedül vagyunk a teljességben, és ahol egyedül vagyunk önazonosak. Tehát igazából megmártjuk magunkat az ima ideje alatt, abban, ami a saját önazonosságunk is, és csak ott van önazonosságunk. És éppen ezért szükségünk van rá, és ahhoz, hogy önmagunkhoz is közelebb kerüljünk, miközben egyébként Istenhez is közel kerülünk, és ez a két folyamat ez egyszerre történik, aközben időt töltünk vele. És akkor megértjük jobban önmagunkat is. Ja, és hogy mi a szív? A szív pedig van az embernek ugye a középpontja. Az a része az egész személyiségednek, nem is csak a lelkednek, hanem az egész személyiségednek, ami Istennel érintkezik, és ami így maradandó, így végtelen, és a végtelennel kapcsolatban van. Tehát az egész személyiségednek a közepét, a szívedet oda fölemelni Istenhez, az azt jelenti, hogy megérkezel. Építsük fel akkor innen a gondolatmenetünket, mit jelent valóban imádkozni? Amiket elmondhatok, természetesen értem. És szép is. De miről ismerszik meg az az ember, aki igazán imádkozik, vagy miről ismerszik meg az igazi és mély ima? Mi a jellemzője? Az ember az meg tud ágyazni a mély imának, de a mély ima az valójában Istennek az ajándéka. Az esetek túlnyomó többségében az ember nem tud mélyen imádkozni, mert a gondolatai azok csaponganak, az ember szétszórt. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, mert nagyon sokan azért nem imádkoznak sokat, mert azt érzik, hogy ez az egész így nem ér semmit. És gyóntatásban is lehet hallani, hogy szétszórt voltam imádkozás közben. De azt lehet látni, hogy az ember nem tudja kikapcsolni az agyát, hogy teljes csönd legyen benne, és ettől egyáltalán nem kell félni. Ugye Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy az ima az elejétől a végéig figyelmes legyen, hiszen az eredeti szándék, amivel az illető nekifog az imának, az egész imádságot érdemszerzővé teszi. Vagy azt mondja Szirszent Izsák, ha addig nem akarsz imádkozni, amíg a gondolatod nem lesz egészen szabad ennek a világnak az emlékétől, akkor sose fogsz imádkozni. Tehát az Isten az nagyon értékeli a mi erőfeszítésünket, az, hogy mi kapcsolódni akarunk hozzá, mi vele akarunk lenni, és hogy a harmadik legdrágább kincsünkből áldozunk rá, mert azt gondolom, hogy az embernek a első legdrágább kincse az Isten, a második a lelki, és a harmadik az meg az idő, ami a rendelkezésünkre áll, mert ugye a fizikai élet az a fizikai halálba tartó élet, tehát hogy minden másodperccel mindannyian közelebb kerülünk a saját halálunkhoz, és ezért olyan nagyon becses, és az Istennek nagyon drága az, hogyha mi igyekszünk kitartóan keresni őt, kutatni őt, vele lenni. Ugye talán egyik sivatagi atyánál van az a példázat, hogy amikor az agarak kergetik a nyulat, és hogy a legtöbb agár az abba hagyja az üldözést, tehát csak a legkitartóbbak azok, akik végül a nyulat meg tudják kaparintani. Hát valami olyasmi jár az eszem, hogy sokan azért nem kezdenek el mélyebben imádkozni, mert egyrészt nem találnak rá időt, vagy nem tudnak rá, nehéz időt találni. Ez tény, hogy nehéz időt találni. A másik pedig az, hogy nincs benne úgymond sikerélményük. Tehát, hogy elkezdenek valamit, és abban van egyfajta ilyen teljesítménykényszer, egy görcsölés, és akkor hamar feladja az ember, mert más elfoglaltságokkal jobb élményekre tesz szert, vagy nagyobb sikerélménye van. És hát az ima biztos, hogy éppen ezért
igényli azt, hogy szálljunk rá időt rendszeresen, és igényli azt, hogy hát valahol mégiscsak meg kell tanulnunk imádkozni. Kicsit tanulgatnunk kell azt, hogy mit jelent Isten jelenlétében merülni. Hogy Isten jelenlétében merülve jó lenni. Hogy az Úr jelenlétében tartózkodva, ha nem is mindig, nem is maradéktalanul, és nem is hiánytalanul, de azért időről időre van egy olyan megtapasztalásunk, hogy most jó itt lenni, közel vagyok önmagamhoz, közel vagyok az életemnek a céljához, hogy megérkeztem, hogy önazonos vagyok, hogy körbevesz valakinek a szeretete, és hogy ebben jó lenni. De hogy ugye ide megérkezni az azért, hát biztos igényli azt is, hogy az ember valami fajta technikát is tanuljon. És sokszor van az, hogy van egy orális imádság, tehát beszélt imádság, hogy mondjuk szavakkal az imát, daráljuk szavakkal az imát, és aztán talán valahol mélyebben a szívimája az ott kezdődne, amikor a szavak már másodlagosak, és hogy átmenjünk ebbe az érzékelésbe, a jelenlétnek ebbe az érzékelésébe, vagy tapasztalatába, ami nem jelenti azt, hogy ilyenkor a szavakat elhagyjuk, de hogy valahol mégiscsak a szív imádsága, az nem a szavakon dől el. Nem hiába mondja Jézus azt, hogy ne szaporítsátok a szót, amikor imádkoztok. Akkor nem azt mondja, hogy ne imádkozzatok sokat, hanem azt, hogy ne szaporítsátok a szót, tehát legyetek a szív csendjében. Legyetek, és ez sokszor, például valaki egy egész hétköznapi dolgot mondjak, amiről sokunknak van tapasztalata, elkezdi mondani a rózsafűzért. A rózsafűzér ugye egy szavakkal mondott imádság, egy repetitív szavakkal mondott hosszú imádság. Mégis az ember, hogyha a belső figyelem állapotában, vagy próbálja mondani a rózsafűzért, akkor előbb-utóbb érzékeli, amiről most beszélek. Hogy nem a szavakon van a hangsúly, hanem azon a belső elmerülésen, az Úr jelenlétében, az ő jelenlétében való tartózkodáson, ami a szavakon túl van. Tehát elkezdődik valami már a rózsafűzérben, mint szavakkal mondott imában is, amit szemlélődésnek nevezünk. És talán akkor van ez az igazán mély önazonosság élményed, vagy Isten megtapasztalása és önmagad megtapasztalása, amikor átlépsz az erőlködésből a szemlélésnek, vagy szemlélődésnek ebbe a fázisába, vagy tapasztalatába. Örülök, hogy behoztad a technikák szót is, meg elkezdtük már egy kicsit sorra venni, hogy milyen típusú imák vannak, mert pont azt szeretem volna most kérdezni, hogy hogyan imádkozunk, tehát ezt a gyakorlatban hogyan építsük fel, akár akkor, ha kezdő valaki, akár hogyha újrakezdő, vagy ha már egyébként egy kipróbált imaharcos, mit tudtok javasolni, hogyan építkezzünk, hogyan imádkozzunk jól, mit csináljunk? Én azt gondolom, hogy a szóbeli imádságnál a legfontosabb, hogy legyen egy odafordulás egy valakihez. Tehát mert különben csak egy mondókának a mondogatása. Nagyon egyoldalú annak az ima élete, akinek nincs jelen a csendes ima a mindennapokban, az ima életében. Hát gondoljunk bele abba a házasságba, amikor mindig csak én beszélek, de soha nem fülelek oda a másikra. És ez adja meg valahol az Isten kapcsolatnak az intimitását, hogy egyszerűen csak hagyom, hogy az Isten szeressen, csak egyszerűen ott akarok lenni vele, és hagyni, hogy édes szavakat suttogjon a lelkem fülébe, ha lehet ilyet mondani. És ugyanúgy, ahogy a szerelmeseknél, hogyha két szerelmes ül egymás mellett, és időt tölt egymással, még ha meg se szólalnak, akkor is épül a kapcsolat. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy én néha se tudom, hogy imádkozom, vagy nem imádkozom. Tehát, hogy őszintén szólva, talán Kiara Lubich mondja, hogy azért jó, hogy minden nap elmondok egy rózsafüzér, mert akkor legalább 5 üdvözlégyet rendesen elmondok. Hát én nem tudom, hogy ebből a sok rózsafüzérből hány üdvözlégyet mondok el rendesen. Egy atyától hallottam, aki Clairvaux Szent Bernátot idézte, hogy nyilván túlzzal mondja ez a nagy szent, hogy én a magam részéről úgy gondolom, hogy egész életemben egy üdvözlégyet nem mondtam el rendesen. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy amikor ott vagyok az Isten csendjébe, és amikor mondom a rózsafüzéreket, hogy egyszerűen csak törekszem, csak nyújtom a kezemet Isten felé, és hogy most megragadja, nem ragadja meg, érzek valamit, nem érzek valamit, ez huszadrangú. De miért gondolom azt, hogy annak ellenére, hogy csak így küszködök, ha úgy vesszük, vagy harcolok az imában, mert komolyan imádkozni az egy küzdelem, ennek ellenére mégiscsak úgy néz ki, hogy imádkozom, mert azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb bennem a béke, egyre nagyobb bennem az öröm, egyre kevésbé terhes a szolgáló szeretet,
Tehát, hogy a gyümölcseit érzem, tehát, hogy nem azt érzem, hogy az imába most történik-e valami, hanem az ima hatását érzem az életemben. Tehát akkor attól ne féljünk, hogyha küzdelmet érzünk, ha azzal jövünk ki mindig a rejtek helyről, Laci atya, hogy a fene olyan nehéz volt koncentrálni, megint állandóan elkalandoztam, megint rendszabályoznom kellett magamat, megint millió helyen jártak a gondolataim, és hogyha ezt már tartós ideje tapasztaljuk ezt a küzdelmet, az nem baj? Hát ez sorry, de nem wellness. Tehát ezt azért mindenki készüljön fel, hogy az a király, aki hadba indul, az számoljon vele, hogy van elég katonája, hogy megnyeri azt a háborút, tehát hogy ez is egy ilyen, hogy itt van egy cezúra, ezt nem muszáj elkezdeni, vagy most tegyük fel, hogy nem muszáj elkezdeni, ha elkezded, akkor ez jár valamivel. De várj, ezzel azt is mondod, hogy valakinek nem való az imádság? Nem mondom, hogy valakinek nem való az imádság, csak azt mondom, hogy nem mindenki fogja elkezdeni. És azt sem mondom, hogy az üdvösséged ettől függ, azt Isten jobban tudja, az üdvösséged mitől függ, de hogy itt van valami, ami, hogy megengeded-e magadnak azt, hogy az életedben azt az életnívót, azt az életminőséget, hogy közelebb menj a saját középpontodhoz, megengeded-e magadnak azt az életminőséget, hogy imádkozol, és ezzel az életnívod az jóval magasabbra kerül. Enélkül lehet élni, lehet alacsonyabb életnívón is élni, de itt van egy döntési mozzanat ebben, én úgy gondolom. Hogy azt mondom, hogy holnaptól elkezdem az imádságot. Holnaptól elkezdem az imádságot, az nem egy, olyan értemben nem egy wellness, hogy akkor senki se számítson arra, hogy mostantól kezdve minden imában töltött perc az édes lesz, innentől kezdve az életem átalakul, az emberek látják rajtam, hogy ragyogó vagyok, és mindenkire ragad át az én hitemnek az ereje. Ne erre számítson senki, aki ezt elkezdi. Tehát ez nem egy ilyen műfaj, hogy innentől kezdve, akkor másnaptól minden édes lesz, és minden megváltozik. Nem. Ebben van egy tanulási folyamat, egy növekedési folyamat, és az, hogy a jelenlétnek az édes tapasztalata az időről időre megérkezik, de nem tudom, hogy mikor. És van, amikor hosszú ideig nem érkezik meg, hetekig vagy hónapokig nem érkezik meg. Miközben én az ott töltött időben egyre közelebb kerülök Istenhez, és közben önmagamhoz is, és bennem a változás történik. De van, hogy tényleg hónapokig én csak szárazságot élek meg. Ezt valaki úgy fogalmazta meg nekem, hogy az imádságnak a gyümölcse, az nagyon sokszor nem az imádságban van, hanem utána. Hogy mégiscsak észreveszed, hogy a szívedben elkezdenek történni változások, mondjuk közelebb kerülsz egy megbocsátáshoz, vagy a legközelebb imád már mélyebben és hatékonyabban megy, de hogy ez innentől kezdve egy folyamat. Egy meghívás. És időt töltesz benne napról napra rengeteg időt, mert fél óra vagy egy óra az rengeteg idő. Időt töltesz benne napról napra, és nem mindig érzékeled a gyümölcsét, aztán hosszú távon majd látni fogod, hogy ez mi mindenről szólt. Szóval ez egy vállalkozás, én azt hiszem. És akkor ehhez első körben meg kell nézned, hogy neked mikor van az az időd. És ezt hangsúlyozom, hogy ha változás, minőségi változást akarsz az életedben, az fél óránál kezdődik. Nézd meg, hogy mikor van az az időd. Keresd meg azt a fél órát, és lehetőleg minden nap ugyanakkor végezd az imádságodat abban a fél órában. Ha nem megy, csinálj kalkulációt a hetedről őszintén, az összes programodat belevéve, az alvástól a sportolásig, a barátokkal töltött időt, a családdal töltött időt, a munkaidőt, mindent, ami fontos, és meg fogod látni, hogy még mindig maradnak órák a hétben, amiket nem használtál föl, vagy ostobaságra használtál. Na ebből szakíts ki időt, amiért áldozatot is kell hoznod. Nekem ez reggel van ez az idő, ha reggel imádkozom, este időbe le kell feküdni. Ezért áldozatot is kell hozni. A családapáknál idővel a család megszokja, hogy apának most van az a fél óra, amikor nem, vagy nem úgy zavarjuk, ahogy máskor. Szóval ez áldozatot is jelent. Első körben, aztán második körben meg, hogyha megtaláltad az idődet, akkor találd meg a módszeredet. Hogy mivel tudod eltölteni azt az időt. De hogy ez nem egy wellness foglalkozás, hanem ez építkezik benned, az életedről van szó. Értem, egy könnyen megvásárolható dologról van szó, az életedről van szó. Az egyik sivatagi atya, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik a legnehezebb aszketikus gyakorlat az életben, azt válaszolta, hogy bocsássatok meg, de szerintem nincsen hasonló fáradtság, mint az Istenhez intézett imádság. Tehát, hogy kitartani az imába, az nagyon nehéz. És ezért van az, hogy sokan feladják az imádságot, mert gyors megoldást várnak
a lelki állapotukra, az életükre, a hangulatokra, és így tovább. Matthew Meskin azt mondja, hogy számosan vannak, akik az ima útját próbálták, de hamar megálltak, rájuk telepedett a lustaság, és visszafele haladtak. Miért? Azért, mert nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én úgy vagyok, hogy nagyon nehéz álhatatosnak lenni bármiben, fegyelmezetnek, akármiben. Olvasás, de fegyelmezetnek lenni a munkában, hogy nem a dolg könnyebb végét fogja meg az ember, fegyelmezetnek és álhatatosnak lenni az edzésben és az imádságban is nagyon nehéz. És én szeretem hozni mondjuk a konditermi edzésnek a képét erre, hogy könnyű-e és élvezetes-e napi szinten konditerembe emelgetni a súlyokat. Néha élvezetes, néha jó, de általában fáradtságos és nehéz. És mennyire gyors a testnek a formázása, hogyha az ember mondjuk nem használ szteroidokat, nerobot, vagy tudom is én mit. Hát nagyon lassú. Tehát, hogy egy év után látszik már valamicske. Három év után már azért látszik, hogy az embernek másmilyen a teste, mint egy olyan embernek, aki nem sportol. Hát most, hogyha a test átalakítása az ilyen lassú, akkor a lélek átalakítása se lehet sokkal gyorsabb. És ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy keresztény ember nem azért imádkozik, hogy az imádságban jól érezze magát. Azt mondja Jacques Philippe atya, az imádságban az a lényeg, hogy Istennel találkozzunk, nem pedig az Isten jelenléte által kiváltott érzelmeink. Ez nagyon fontos. De mi tud minket segíteni? Ezt szeretném hangsúlyozni, nyomatékosítani. Mi tud minket segíteni abból, hogy kitartsunk? Az ima ajándéka az valójában maga az Isten. Az Isten az ő szeretetével, az ő bölcsességével, az ő erejével és az ő békéjével. És ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nekem nagyon későn esett le az, hogy az imádságnak az elsődleges célja, nagyon sok szent azt mondja, hogy egyesülni az Istennel, de talán nem ez a legjobb kifejezés, mert ebbe az egyesülésben mi nem szűnünk meg, hanem talán kommunióra lépni az Istennel. Tehát, hogy engedni, hogy ő uralkodjon bennünk, és önmagát nekünk ajándékozza, vagy a szeretetével átformáljon minket, hogy megtöltsön minket önmagával. Ez az imádságnak az elsődleges célja. És hogyha ezek az emberek ezt tudnák, akkor legyen bármilyen fáradtságos az imádság. Ne kiállnának imádkozni, mert egy idő után minden ember megtapasztalja Isten nélkül, hogy olyan kevés benne a szeretet, mert a szolgáló szeretet, az áldozatot hozni képes szeretet, az önmagát elajándékozás, a késztető szeretet, hogy olyan kevés benne az erő, hogy kifárad a mindennapoknak a mókus kerekébe, és azt érzi, hogy nincs béke, mert Isten nincs, nélkül nincs béke. Békét csak az Isten tud teremteni a Isten nélkül szétzilált szívbe. Ugye Eckhart mester azt mondja, hogy minden lélek olyan mélyen van a békében, amilyen mélyen Istenben, és olyan messze a békén kívül, amilyen messze Istenen kívül. És ha az emberek ezt megértenék, akkor fognák magukat, mert minden ember erre vágyik, hogy békére vágyik, arra, hogy csordultig legyen a szíve szeretettel, arra, hogy legyen bölcsessége, hogy jól kormányozza az életét, és ezt mind csak az Isten tudja megadni nekünk az imába, hogyha az imába egy apránként hatalomra jut a lelkünkben. Az Agapé televíziós adásaiban többször beszéltünk már arról, hogy nem azok vagyunk, amit érzünk, és hogy az érzelmeinket fetisizálni óriási hiba. De azért most mégis visszakérdezek, hogy olyan jó, amikor az ember úgy jön ki egy imából, hogy feltöltődött, hogy érezte az Isten jelenlétét, hogy volt egy öröm, egy felszabadultság, de nem ez lenne mégis a cél, hogy érezzem, hogy imádkoztam, és az Isten valóban ott volt velem, hogy megérintett, hogy megsimogatott, mint egy tavaszi szellő? Az Isten az olyan, mint egy személyedző. Tehát, hogy mindenkit másképp vezet, mindenkihez másképp ér, mindenkihez másképp közelít, máshol nyúl, és minden úgy jó, ahogy az Isten csinálja. Tehát, hogyha egy imádkozónak az Isten 4-ből 3-szor hatalmas békét ad, akkor az úgy jó. Hogyha minden 5. alkalommal van valamilyen hatalmas érzéki élmény, akkor úgy van jól. Tehát, hogy nekünk bíznunk kell Istenbe, hogy ahogy minket vezet, az úgy a legjobb. Nekünk csak mit kell tenni? Keresni őt az imába.
és hogy mit kapunk, mit nem kapunk, egy ilyen teljes bizalommal lenni az Isten iránt. Ez persze, hogy jó. De akkor ez azt is jelenti, hogy megmondom neked, az se jegyen meg, aki százból egyszer érez bármit is, és egyébként azt érzi, hogy hát nekem is volt már 4-5 hónap lelki szárasságom, amikor egyszerűen kínsz, amúgy is nehéz imádkozni, de a lelki szárasságod van, tehát hogy az Isten az érzékelhető jelenlétét megvonja tőled, akkor meg 10-szer nehezebb imádkozni. És nyilván szerencsére, hogy az Isten tudja, hogy olyan tápos vagyok, hogy még csak ilyen 4-5 hónap szárasságot adott nekem, mert tudja, hogy többet nem bírnék ki, de az is előfordulhat, nagyobb szentek több évet töltöttek lelki szárasságban. És hogy ettől nem kell megijedni, de én megmondom őszintén, hogy ha reggel ott vagyok csendben az oltári szentség előtt, akkor én mindig megerősödve és föltöltődve lépek ki az imából, attól függetlenül, hogy érzek-e valamit, nem érzek-e valamit, de azért azt veszem észre, hogy nagyjából, ha lehet átlót mondani, én minden harmadik alkalommal egy békét érzek. De hogy semmi különlegeset, tehát kicsi dagadt puttók nem röpködnek a csukott szemem előtt, meg nem levitálok, meg nincsen semmi különös, de azt érzem, hogy nekem ez kell, hogy tisztességgel végig tudjam csinálni a napjaimat, és lényegében ott reggel rakom föl magamat a töltőre. És ezért van erőm szépen lehozni a napokat. Laci, hogyha most többször is egyetértőleg mosolyogva bologattál. Igen, az jut eszembe, hogy biztos az Ivának a szabálya az, hogy folytatni. Tehát nem szabad abba hagyni. Amit vállaltál, nem szabad abba hagyni. Ez nem tragédia, hogyha egy héten csak, nem tudom, nem, mind a 7 nap nem sikerül, csak 6 nap, vagy ne adj Isten 5 nap. Ha már minden héten csak 2 nap sikerül, akkor már valami nem jó. De, tehát folytatni, és az edzéshez képest nekem mindig az úszás képe jár a fejembe, hogy azok az olimpikonok, ha azok nem ültek volna ott éveken keresztül, és azért nem hagytak volna el egy csomó mindent, amíg más bulizott, vagy ivott, vagy nem tudom, addig ők ott ültek és nyomták a medencébe, de meg lett az eredménye. Az ima is egy kicsit ilyen, de azért mosolyogtam egy kicsit, mert azért igen, én mondtam azt, hogy ez nem egy wellness program innentől kezdve, de az is igaz, hogy van vigasztalás. Azért azt is ki kell mondani, hogy van vigasztalás. Biztos, hogy nem úgy, hogy az első pillanattól kezdve minden szárnyol, biztos, hogy ott kell benne maradni, kitartónak kell lenni. Én nem vagyok olyan régóta úgymond imaharcos. Én ezt az intenzitást, ezt 3-3 és fél éve vállaltam magamra, azért, mert a papi életem nem volt teljes. Éreztem, hogy valami nem megy tovább. És a kötelező papi imádságokon, a zsolozsmán és a misén kívül én azóta vettem magamra a szemlélődésnek ezt a terhét, ha tetszik. És arra azért be tudok számolni, hogy viszonylag hamar, tehát néhány hét leforgása után, tehát viszonylag hamar, vannak ennek gyümölcsei, tehát nagyon sok gyümölcse van, vannak ennek olyan gyümölcse, ami a személyiségedben hoz egy nagyobb integritást, hoz benned egy mély megnyugvást, egy mély önazonosságot, hoz benned olyan gyümölcsöket, például, hogy bűnöket el tudsz hagyni, amiket előtte küzdöttél, és mindent kitaláltam, hogy történjen meg benned a megtérés, és nem tudtál megtérni. Egyszerűen az imád hatására bizonyos bűnök elmúlnak. Tehát ki lehet mondani, mondjuk görcsöltél évekig az, hogy megbocsáss, és nem tudtál, és egyszer meg tudtál bocsájtani, mert az imában megtörténnek benned ezek a folyamatok. Ezek voltak azok a gyümölcsök, amikre utalsz, amik viszonylag hamar megszülettek? Viszonylag hamar, igen, tehát hogy tudok mondani tényleg konkrét bűnöket, amik viszonylag hamar az életemben eltűntek, vagy megfelelő helyre kerültek, tudok mondani, tényleg beszámoltok mély megnyugvásról. Én amikor ezt elkezdtem, akkor ezt egy kétségbe esett helyzetben kezdtem el, mert szerintem kicsit depressziós voltam, vagy lehet, hogy nem is kicsit. Pár mondatban mondd el a történetedet, kérlek, amúgy is rá szerettem volna kérdezni. Akik rendszeresen nézik az Agapét, hallhatták már, de szerintem sokan vannak, akik most fognak hallani először róla, mert hogy volt egy olyan pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy eddig és ne tovább arcra, imára. Ja, de ezt a történetben mindenki ismeri, de nagyon röviden az, hogy... Mi van, ha mégsem? Hogy az ember papi munka, vagy papi feladatok, és végeztem 10-12 évig, rengeteget szolgáltam, rengeteget futkostam, azt hiszem őszintén, odaadottan, időt, energiát nem kímélve,
és keveset imádkoztam. Azt az időt azt inkább a szolgálatra fordítottam, csak a szükséges kötelezőt imádkoztam. Ez tartott 10-12 évig. Azért, hogy 10-12, hogy hol kezdődik a megbillenés, azt néha magam sem tudom egész pontosan rekonstruálni, de ott egy ilyen kiégési fázis kezdődött, amiből tudtam, hogy kétféleképpen lehet kijönni. Az egyik az, hogy itt hagyom a papságot, és valami más csinálok, mert magányos vagyok, és nem bírom, vagy pedig valamit meg kell nézni, hogy azok, akiknek ez sikerült, azoknak hogy sikerült. És amikor ezt megnéztem, hogy akiknek sikerült, ez hogy sikerült, hát az úgy sikerült, hogy imádkoztak, Istennel időt töltöttek. Ennek én adtam egy esélyt, úgymond tényleg egy kiégés állapotában, egy mélyen fáradt, pszichésen fáradt, depresszió közeli állapotban adtam egy esélyt, hogy legyen meg fél óra naponta, nincs mit veszítenem. És néhány hét alatt elkezdtek ezek a pszichés, mentális, pszichoszomatikus tünetek, alvászavar, nem tudom, görcsölés, szorongás, ezek elkezdtek elillanni, tudtam, hogy jó helyen vagyok. Aztán ennek van számtalan hozadéka, most már mindenre kiterjed a hozadéka az életemben. Ugye előbb-utóbb észreveszi az ember, hogyha rááll erre a pályára, átlépi azt a cezúrát, hoz egy döntést, hogy imádkozóvá válik, akkor az sok mindent elkér. A legjobb értelemben, tehát az életedben szereplő hiányosságokat, hibákat, bűnöket maga alá rendezi. Tehát van egy felfüggesztési pont az életedben, és ez az egy felfüggesztési pont, akkor mindent maga alá rendez. És készülj akkor arra fel, hogy ami az életedben becstelenség, kicsinyesség, középszerűség, üresség, azt idővel el fogja kérni. És ez egyébként egy fantasztikus tapasztalat, hogy nyilván oda kell adnod bűnöket, meg ilyen tényleg a kis rövid távú kis ragaszkodásaidat, de ez a fantasztikus tapasztalat, hogy van egy nagyobb távlat, és ez a felfüggesztés, ez maga alá rendez mindent, és minden valahogy integránsabb és normálisabb lesz. Nekem és ezt azért érzékeli az ember, szerintem, ha rááll, vagy nekem ez volt a tapasztalatom, tehát ha rááll a napi fél óra imára, és megtartja, hatodik, ha szakad, ezt belátható időm elő érzékeli, hogy van változás. Nem mondom, hogy mindig egyformán, nem mondom, hogy minden időszakban egyformán, de azért arról azt hiszem, hogy mondjuk objektíve be lehet számolni, és minden ember élete más, hogy objektíve alapvetően lehet arra számítani, hogy lesz változás, de ne a változásért csináld, mert akkor megint elvétetted az egészet, hanem ahogy az előbb beszélt róla Dávid, hogy a Istenért, Isten jelenlétéért csináld, akkor azután jön a változás. De azért, ne a változásért, mert akkor megint megette a fene, akkor megint önmagadért csinálod, magad körül forogsz mindig. Itt az olimpikonokat említetted, és nézzétek meg, hogy mennyi kinkeserves munka van egy olimpiai éremben, de akár egy olimpiai szereplésben. És nézzétek meg, hogy valamilyen motivációból, vagy a nemzetért, vagy dicsvágyból, becsvágyból, pénzért, hírnévért, ilyen áldozatokat képesek hozni, hogy egy úszó is szerintem egy napi 4-6 órát a vízben tölt. És nézzétek meg, hogy mi milyen kevés áldozatot tudunk hozni azért, hogy az Istent elnyerjük. Tehát egy aranyéremért valaki ennyi áldozatot hoz, és emberek milyen kevés áldozatot hoznak, hogy az Istent elnyerjék, az örök Istent. Dávid atya, beszéltél már róla, vagy tettél rá utalást, hogy 20 éves korodban te nagyon mélyre zuhantál, és most mégis pap vagy, aki az imáról beszél, ráadásul nagyon lelkesen. Hogy találtál rá az imádságra azok után, hogy sokáig csak az esti ima létezett? Na, esetleg az étkezés előtti. Hát igen, engem nagyon mélyről húzott ki az Isten, mert ugye én 10 évig voltam kábítószerfüggő, meg 10 évig szerencsejátékfüggő voltam, meg volt nagyjából minden, és igazából nekem az imádkozás ott 29 éves koromban úgy kezdődött, hogy hát egy ilyen nagy lelki válságba kerültem, és éreztem azt, hogy ebből csak az Isten tud engem kiemelni. És akkor kínomba olyanokat csináltam, hogy soha korábban, hogy munka előtt bementem szerintem minden héten egyszer reggeli misére a Ferenciek terére. Meg olyanokat csináltam, hogy elkezdtem rendszeresen gyónni, és ugye annak ellenére, hogy én 9 évig katolikus iskolába jártam, hát nem akarok igazságtalan lenni, mert lehet, hogy nem nagyon figyeltem, és nagyon sokat beszéltek az imáról, de nekem ilyen emlékeim nincsenek. Nagyon érdekes, hogy például a 9-től 12-ig egy óra
szól az imádságról, ugye a hittan tananyagban. Tehát, hogy nekem olyan érzésem volt, mintha sokaknál ez az imádság, ez valami szükséges rossz, amit le kell tudni, mert mégiscsak a kereszténységgel jár. És ugye nekem az a tapasztalatom, hogy egyáltalán nincs az imádság a fókuszban, és ebben a nyomoromban elkezdtem, ugye titkokat nem tudtam, hogy egy mi atyánk, 10 üdvözlégy, ilyen napi 2-3-szor mondani, és akkor kezdődött el bennem a válcás. De az iskolában én nem találkoztam 9 év hittan után olyannal, hogy nem tudtam, hogy mi az, hogy szentségimádás. Az, hogy mondjuk csöndbe lehet ülni az Isten jelenlétébe. Saját szavaimmal én nem imádkoztam tudatosan. Soha, nem tudom, 30 éves korom fölött kezdtem el a saját szavaimmal imádkozni. Tehát nem volt, én legalábbis nem emlékszem, hogy lett volna edukáció az imára, és hogy tényleg elmondták volna 100-szor, 1000-szer, hogy még egy tininek a szűrőjén is átmenjen, hogy imádkozás nélkül nincs Krisztus követés, hogy imádkozás nélkül nincs kereszténység, hogy imádkozás nélkül nincs változás, hogy na. És na de rátaláltál az útra. Végül. Rátaláltam az útra, mert elkezdtem imádkozni tizedeket, és aztán amikor 31 évesen elmentem lesétálni a 800 kilométert az El Caminót, akkor ott volt idő, ott már kiírtam a titkot, ott egy 4-es átlagot lehoztam. És amikor kikerültem Bordóba, egy domonkos kolostorba, ott lépett be az, hogy minden este csöndbe beültem a templomba. Este ott lépett be a csöndes ima, és amikor elkerültem Egerbe, szemináriumba, azért volt hatalmas ajándék, mert minden nap 1 óra fakultatív szentségimádás volt az egri szemináriumba, és nekem azt mondta Mészáros domonkos atya, hogy annyi időt tölts az oltári szentség előtt, amennyit csak tudsz. És én azt mondtam, ha megpusztulok, akkor is ott teszek napi 1/2 órát. És megmondom őszintén, az első 2-3 év nem volt könnyű. 2-3 év. Aha, 5 percenként lesegettem az órámat, olyan lassan ment az idő, az ember azt se tudja, hogy most imádkozik, vagy nem imádkozik, vagy mit csináljon. És szerencsére ott voltak nagy imádkozók, a spirituális, minden nap 1 órát ott volt Magsó Péter, és akkor szerencsére volt ki ez fordulom, és kérdeztem, hogy ti mit csináltok ilyenkor az oltári szentséget, és mindenki azt mondta, semmit. Csak ott vagyunk. Tényleg, hogy ebből nem kell csinálni egy ilyen nagy metódust, ott kell lenni, és tényleg imádkozás közben tanul meg az ember imádkozni. És ugye aztán később a szemináriumban ugye azon agyaltam, hogy mi az oka a gyengeségünknek. Hogy nemhogy növekedés nincs, de folyamatos hanyatlás van, ugye emlékeim szerint 2000 óta 13%-ról lemegy 8%-ra a rendszeres vasárnapi misére járóknak az aránya. És ugye mit tapasztaltam? Azt tapasztaltam, hogy az imádság a legnagyobb hiánycikk. Azt mondta Kalkuttai Szent Teréz, rájöttem, minden nyavajgásunk és nyomorúságunk forrására hiányzik az imádság. Azért nincsen növekedés, és azért nincsenek tanúságtevő keresztények, mert lényegében az imádságba tapasztalod meg, hogy az Isten átformál téged, ahogy Laci atya mondta, hogy mert ugye a kereszténység az nem arról szól, hogy én Isten nélkül bebizonyítom Istennek, hogy külön vagyok másoknál, hanem arról szól, hogy leborulok az élő Isten előtt, és azt mondom, Uram, gyógyítsd meg a szívemet. És valójában az imában, ez nyilván egy együttműködés, de valójában az ember az 1%-ot, ha beletesz, hogy nyit Isten fele, meg egy kicsit küzd, és minden mást az Isten végez el benne. Erről szól a kereszténység, hogy megengedem az Istennek, hogy kigyógyítson engem önmagamból, hogy megváltoztasson engem. Ahogy készültem a mai találkozásra, arra lettem figyelmes, hogy mind a ketten egyre többet beszéltek arról, hogy ne egyfajta kiegészítő tevékenység legyen az imádság, tehát koncentrált imaidőnk legyen. Mozduljunk el abból a pontból, hogy sorbanállás közben a boltban, autóvezetés közben, most tőletek hozom a konkrét példákat a ti előadásaitokból. De miért azt is csinálni ezt? Kell, azt is csinálni kell. Na ezt akartam kérdezni. Ez életstílus. Én például nagyon sokat imádkozok úgy, hogy kocsiban vagyok, mert ilyen a berendezkedése egy nagy családos apukának. Mi a baj ezzel? Vagy egyáltalán miért beszéltek sokat erről? És miért fontos az, hogy elmozduljunk erről a pontról? Vagy hogyan kell ezt értelmezni? Ebben segítsetek, kérlek. Nagyon fontos az, hogy mondjuk a rózsafüzért, amikor monoton tevékenységet végzünk, vagy a töredékidőkben, vagy a Jézus imát, vagy fohászkodás, vagy csak egyszerűen Istenre gondoljunk, vagy Jézusra, vagy Máriára, de azt gondolom, hogy egy napi 1/2 órát mindenki
el tud különíteni az Istennek, amikor tényleg ilyen intim, bensőséges módon egy kicsit meg tud pihenni az Isten tenyerén. És ugye az a tapasztalat, hogy ismerek hadgyerekes családapát, aki megcsinálta az Exodust ugye a napi egy óra imával egyben, reggelente, meg a kedves felesége meg elmondta a Pompei rózsafüzért 6-18 év alatt. 54 napon keresztül. Napi három rózsafüzért elmondta. Nyilván nagyon nehéz fegyelmezetnek lenni, és nagyon nehéz jól használni az időt. És nagy önfegyelem kell, hogy amikor villamoson utazunk, akkor ne a telefonunk után nyúljunk, hanem a rózsafüzér után. És nagyon nagy fegyelmezettség kell, hogy egy fél órával korábban keljünk. Mert ugye az mutatja a tapasztalat, hogy az emberek túlnyomó többsége reggel tud jobban jelen lenni az imában. Az ember este hullafáradt. Tehát, hogyha az ember estére hagyja ezt a minőségi időt Istennel, az emberek 90%-a, akkor bele fog aludni. Nem tud ott lenni. Tehát én azt mondom, hogy kell minőség is, meg mennyiség is. És ugye azért mondjuk, meg Laci atya is azért mondja legalább fél órát, mert azt mondják, akik nálunknál komolyabbak, meg komolyabb imádkozó emberek, hogy 15-20 perc kell a megérkezéshez. Tehát ezért kell legalább egy fél órát az Isten jelenlétében tölteni. Tehát nem azt mondjátok, hogy mondjuk ezt az autóban vezetés közben mondott imádságot, vagy a villamosomadatot, vagy a... Tehát, hogy ezt felejtsük el, ez nem jó, ezt nem mondjátok. Ja, ezt jó leszögezni. Ja, nekem is azért lett a fél órából egy óra idővel, mert azt vettem észre, hogy az első fél órában éppen megérkeztem, a másik fél órának már volt mélysége. De visszatérve, amit kérdeztél arra, hogy a leforgácsolódó idők. Tehát, hogy a leforgácsolódó időknek van értelme, sőt, van jelentősége, sőt, van, amikor csak az marad, de ha csak ez marad, akkor az nagyon kevés. Nem, szerintem az lenne a lényeg, hogy legyen nettó idő, vagy én ezt a nettó szót használom, nem biztos, hogy ez a legjobb, de hogy legyen nettó idő, amikor csak azzal foglalkozol, és akkor egyébként a leforgácsolódó idők az egész nap rájön. Tehát egész nap jó, ha ráállsz arra, hogy minél kevesebbszer veszed elő a telefonodat, és egyre többször elkezded mondani a Jézus imát, vagy a rózsafüzért, minél többször abban a belső figyelemben vagy, és mindig tudsz maradni ebben a belső figyelemben. Ugye most is gondolom, mind a hármunkra igaz ez, hogy amíg a másik kettő beszél, addig én mondom magamban, vagy kicsit ott vagyok Isten jelenlétében, mondom a Jézus imát. Igen, és ennek ez így, még most is mondhatom erre a mostani beszélgetésre is, hogy ez egy leforgácsolódó idő, amit jobb erre használni, és mind kattogjon az agyam, tudom, mit akarok mondani. De hogy az, hogy engedjük már meg magunknak azt, hogy adjunk erre időt, és én nagyon nem szeretem azt a kifejezést, hogy minőségi idő, mert ez ilyen divatos szó, de mégis adjunk minőségi időt erre is. Tehát, hogy most az ember felől közelítek, hogy most nem is a természetfeletti célt nézem, de hogy magamnak engedjem már meg, hogy erre adjak minőségi időt. Mert ez nekem lesz jó, hogy én meg tudok állni, hogy nem kell mindig rohangálnom, és nem kell mindig nyakamba vennem mindent, hogy magamnak engedjem már meg ezt az igényességet, ezt a mélységet, hogy erre időt adok. Tehát ez neked is jó, hogy te megérkezel. Meg testvérek, egy kérdést tegyünk föl magunknak, mindannyian, a hallgatók is. Az a kapcsolat, amit idáig élt az Istennel, vagy amit idáig beletett az Isten kapcsolatban, mert minden kapcsolat idő és energia, az mennyit változtatott rajta? Mert ugye nem tudom, nekem az volt a tapasztalatom, hogy amikor vasárnapi keresztény, vagy még annál is rosszabb voltam, én nem változtat előnyömre semmit. És hát nem erről szól a kereszténység, hogy újjászületés a Szent Lélekben, hogy megújulás az Istenben, hogy ó emberből új ember, és folytathatnám a különböző kifejezéseket, hogy nem arról szól, hogy a kőszívet, az Isten 20 szívet akar adni, hogy teljesen át akar minket formálni. És hogyha az ember azt tapasztalja, hogy azzal az imádsággal nem változik semmit, ez azt jelenti, hogy nem tölt elég időt az Istennel. Mi a helyzet a meg nem hallgatott imákkal? Mi van akkor, hogyha hetek, hónapok, adott esetben évek óta imádkozunk egy gyógyulásért, egy élethelyzet rendeződésért, valakinek a megtérésért, és nem látjuk, hogy ez bekövetkezne, vagy akár csak elindulna az úton a javulás felé ez a szituáció. Honnan tudhatjuk, hogy mi az Isten szándéka ebben a helyzetben, hogyan reagáljunk erre? Mert hát ott van a Bibliában, hogy kérjetek, és kaptok, zörgessetek, és ajtó nyittatik nektek. És ebben a helyzetben úgy tűnik, vagy egy-egy ilyen helyzetben, hogy zörgetünk, de a kapu zárva marad.
hadd indítsak csak egy csavarral, tartozol Istennek azzal, hogy meghallgassa az imáidat. Ez egy furán hangzik, hogy nem ő tartozik neked azzal, hanem te tartozol neki azzal, vagyis, hogy itt nem arról van szó, hogy te mantrázod neki, hogy te mit akarsz, hanem, hogy odamész a közelébe. Ott vagy vele. És ha vele töltesz időt, valahogy összeáll benned, hogy mi az ő szándéka és mi az ő akarata. Tehát, hogy vége, azt hiszem, a mély imában véget ér az olyan imáknak az ideje, amelyeket nem hallgattak meg. A mély imában eljön azoknak az imáknak az ideje, amelyeket meghallgattak, de azért, mert már benned is átalakul valami, hogy te már olyan mélyen vele vagy, és ráhangulódsz az ő hullámhosszára, hogy megérted mélyebben, hogy neki van egy olyan szándéka, ami jó, ami számodra jó. Tehát, hogy tartozol Istennek az, hogy meghallgassa az imáidat, az, hogy ha vele vagy, életvitelszerűen vele vagy, akkor nem fogsz más irányba menni, akkor egyszerűen megbékélt vagy az ő akaratával, mert tudod, hogy számodra az a legjobb. Jobban ismer téged, mint te saját magadat, ő alkotott téged, felfoghatatlanul jobban tudja, hogy mi jó neked, mint amit te gondolsz magadnak, hogy jó lenne. Az ima megtanít bennünket arra, hogy ne rövid távú módon gondolkodjunk, hogy mindig az összes kérésünk legfeljebb a földi életünknek a távlatában megy, tehát legjobb esetben is 70-80-90 év távlatában gondolkodunk. Ez semmi. Ez egy átmenet, hogy az örökkévalóság távlatában gondolkodjunk, és az összehasonlíthatatlanul más perspektívában helyezett döntéseinket, és akkor máshogy fogunk dönteni, és más fogunk kérni, mert tudjuk, hogy már nem ez az érdekes, nem összehasonlíthatatlanul nagyobb távlatok vannak, és az ima kapcsol bele ebbe, amit örökkévalóságnak hívunk, és ez a meghívásunk. Ha meg ebben nem hiszünk, hogy ez a meghívásunk, akkor meg fejezzük be az egészet, és ne bohóckodjunk a kereszténységgel. Ha meg elhisszük, akkor álljunk bele az örökké valóság távlatába, és akkor ennyi. Ez a kereszténység, ez a meghívás, vagy ez az ajánlat. Több imafajtát ti magatok is említettetek itt a beszélgetés során. Mi az, ami alapján érdemes elindulnunk, választanunk, rájönnünk, hogy a lelki alkatunknak melyik felel meg a legjobban, és melyik az, ami a leginkább építi az ima életünket, és a legközelebb visz Istenhez? Én nem azért mondom a rózsafűzért, mert élvezem, és ez a kedvenc imaformám, hanem azért, mert számtalan magánkinatkoztatásban szűzanya tanácsolta, sőt, felszólított minket. A csendes imába meg azért mentem bele, mert olyan emberek, akiket nagyra tartok, azok mind ezt tanácsolták nekem, hogy csendes ima, szentségimádás. Tehát én hittem a szűzanyának, meg hittem olyan embereknek, akikre így föltekintettem. És ezeket elkezdtem csinálni, és akkor ezekbe elkezdtem kitartani. De nyilván nekem a kedvenc ima formám az oltári szentség előtt lenni csöndben, de nincsenek ilyen tippeim. Én megmondom őszintén, hogy azt gondolom, hogy ilyen minden komolyabb ilyen imaforma, mint amit a jezsuiták mondanak, hogy beleképzelni magunkat. Tehát ezekbe is borzasztó nehéz napi szinten kitartani. De hogyha valakinek bármelyik is megy, az a lényeg, hogy legyen következetes. És nap-nap után rakja bele, most idézőjelben mondom, a melót, és tartson ki. És hát azért olyan sok nincs, szentírással lehet imádkozni, csendes ima, rózsafűzér, Jézus ima, aztán így beleképzelni magunkat evangélium helyzetekbe. Tehát azért azt mondani, hogy olyan hihetetlen sok imaforma van, azért az egy kicsit túlzás szerintem. Nekem az jut eszembe, mint kritérium, hogy tényleg, amit mondtam már, hogy a szavak imájából áttérni a szív imájára, tehát valami fajta szemlélődésre. Na most az hol kezdődik? Ez kezdődhet a rózsafűzérben tényleg, és talán ez egy ilyen majdnem, hogy a legkézenfekvőbb, mert elkezdesz figyelni mélyebben, és nem csak a szavakra. De ha szentírást olvasol, ott is el kell, hogy jöjjön az olvasás, a szövegről való elmélkedés, a szövegért való imában mondott hálaadás után a szövegnek a szemlélése. De ott is el kell, hogy jöjjön a szentírás olvasásban egy csendes idő. Ha csak néhány perc, akkor is egy kontempláció. De ami nekem itt az évek alatt a legközelebb került, végülis egy ilyen jezsuita imamódot tanultam, a Jálics-féle imamódot, ami nekem tetszett, mert egy kicsit ez a légzésnek egy kicsit egy lelassítás, vagy légzésre való figyelem, és a légzésnek a ritmusára egy szent mondatnak az ismételgetése. És aztán rájöttem, hogy igazából ezzel én a keleti egyházak a Jézus imáját végzem, mert hogy erről van szó, hogy ugye a légzésedre mondani Jézusnak a nevét, belégzésre Krisztus, kilégzésre Jézus, vagy belégzésre Úr Jézus Krisztus, kilégzésre könyörülj rajtam. Csak ezt egy nagy figyelemmel, vagy inkább összeszedettséggel, nem is figyelemmel, de csak engedett, hogy
hullámozom benned egy fél órán keresztül, mert ma jel ez a stopper, és nem kell figyelned az órát, akkor olyan mély figyelemnek az állapotába kerülsz. De ez már lehet, hogy nagyon ilyen szofisztikált, vagy nagyon ilyen finomkodó, de a lényeg, hogy legyen kontempláció, hogy legyen benne már a szemlélődésnek az ideje, ami mindezen ima módokban meg lehet. A rózsafüzér, vagy a úgymond lectio divina, tehát a szentírásnak az imádságos olvasása, azok ilyen kicsit ilyen első lépések a szemlélődéshez. Tudtok-e javasolni akár könyvet, akár előadást, lelki írót, lelki előadót, kit olvassunk, kit figyeljünk, hogyha például szeretnénk, most kedvet kaptunk, és szeretnénk elmélyülni az éve életünkben? Zsák Filip atyának van egy nagyon jó könyve, hogy tanulj meg imádkozni, és megtanulj szeretni. Nagyon jó, ugye Matt Elmeszkin, Isten megtapasztalása az imába, és akkor nem veszem el Lacinak a kenyerét. Az is nagyon jó, amit ő fog mondani. Ezt nekem kell elmondani, hogy Johannes Hartlnek a tűz a szívemben. Ez nem is annyira azért, mert olyan professzionális, hanem pont azért, mert viszonylag könnyeden, olyan emberbarát módon, majdnem már néha szórakoztató módon hoz kedvet az imához, és ez jó, hogy kedvet kapsz tőle. Egy-két módszert is tanulsz belőle. De előkészületben van, tavasszal megjelenik majd Johannes Hartlnek az Einfach Gebet című könyve magyarul, ami hát kb. Ennyit tesz a cím, hogy egyszerűen csak imádkozni. És abban lesznek ima módok, vagy ilyen kis ima gyakorlatok, amiket ugyancsak Johannes talált ki, és vagy hát ő gyűjtögette ezeket össze, viszonylag egyszerű ima gyakorlatok, amit szintén majd ajánlok, mert lehet, hogy segít egy kicsit, amikor konkrétumot is kapunk, nem csak ilyen nagy általánosságot, hogy szemlélődni kell. Nekem kb. Megváltoztatta az életemet, köszi, hogy lefordítottad, Laci atya. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma este, és beszélgettünk. Kedves hallgatóink, az Agapé Plus Podcast mai részében Gájer László és Simon Dávid atyákkal beszélgettünk. Ne feledjék, az Agapé című műsorunkkal szerdán esténként jelentkezünk a Duna TV műsorán, podcastunkat pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon, a Spotify-on és a bizony Isten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, a szerkesztő műsorvezető Vágvölgyi Gergelyt hallották. Isten áldja Önöket!